óvoda a kórházban, mintegy 322 millió forintból épült meg a Nyíregyházi Józsa András Oktató Kórházban az új óvoda, amellyel a kisgyermekes dolgozókat szeretnék segíteni. Várprogram. 20 kastély és 19 vár újul meg Magyarországon. A programban 1 milliárd forint értékben megvalósul a Tiszadobi Andrássy kastély turisztikai célú fejlesztése is. Merre tovább Szabolcsi Alma? Márka nevet kap az értékes gyümölcs. Ennek keretében szeretnék elérni, hogy hungarikummá nyilvánítsák a Szabolcsi Almát. Mintegy 322 millió forintból épült meg a Józsa András Oktatókórház óvodája. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A szabolcsi megyeszékhelyen lévő kórházban az elmúlt években megnövekedett az igény az óvodai férőhelyek iránt, illetve az intézmény vezetősége és a város szerette volna segíteni a kisgyermekes kórházi dolgozókat is. Az új óvodában a csoportszobákon kívül többek között aula, tornaszoba, sószoba és a logopédiai foglalkoztató szoba is helyet kapott. Nyíregyháza önkormányzatának egyik kiemelt célja, hogy javítsa a 3-6 év közötti gyermekek óvodai ellátásához való hozzáférését és a szolgáltatások minőségét. Ennek része az a több mint 320 millió forintos, tavaly júniusban kezdődött beruházás, amelyből új óvoda épült a kórház területén. Az 1115 négyzetméteres területen olyan fontos helyiség is helyet kapott, mint a légúti betegségben szenvedő gyerekek gyógyítását segítő sószoba. Körülbelül 25 évvel ezelőtt megszüntették az itt lévő óvodát, és most építettünk egy újat. Kétharmad részt a pályázati forrásból, egyharmad részt a város önerejéből, 107 millió forintot tett a város az építkezés mögé, hogy elkészüljön ez az óvoda. Három tantermes, 75 gyerek, maximum 90, ha sok lesz, lehet itt. És hát a legmodernebb körülmények között, hiszen itt sószoba van, logopédus szoba, tornaszoba, úgy van kialakítva az udvar is, a játékokhoz, minden szempontból ez egy tényleg mondható, hogy modern, környezetbarát és a gyerekek igényeit kielégítő óvoda. A munkahelyi óvoda és bölcsöde rendszer nagyon gyerekcipőben jár még országos szinten. Pedig fontos lenne, hiszen a kórházban dolgozók jobban tudnak a munkára koncentrálni, ha tudják, hogy gyermekük a közelben van és szakemberek felügyelnek rájuk. Ezért támogatjuk azt, és most már az új bölcsődei szabályozásban lehetőség van arra, hogy munkahelyi bölcsődéket hozzanak létre egy nagyon kedvező finanszírozási konstrukció mellett, és a munkahelyi óvodákat is. Ebben is élen jár Nyíregyháza, azért azt mondhatom, hiszen ők nagyon korán felismerték ezt a lehetőséget, ők is egy régió gyakorlatot hoztak most ezzel vissza, és mi pedig nagyon boldogan álltunk emögé a kezdeményezés mögé, hiszen a támogatás az úgy állt össze, hogy ez egy 300 millió forint fölötti összeg, amiről beszélünk, és ennek kétharmadát fejlesztési forrásokból tudtuk biztosítani, egyharmadát viszont az önkormányzat, a város maga tette hozzá. Tehát minden nyíregyházi büszke lehet arra, hogy a nyíregyháziak pénzéből is épült meg ez a csodálatos óvodaépület. Az óvoda csak egy a kórház folyamatban lévő fejlesztései közül. Emellett hamarosan befejeződik a parkolóház építése is, ahol 361 gépkocsi elhelyezésére lesz lehetőség. Ez jelentősen megkönnyíti majd a kórházi parkolást. Folytatjuk tovább, hisz nővérszálunk építését fogunk indítani, tehát 110 férőes új nővérszálot tervezünk építeni. STK bejáratunk, a Bocskai utcai STK bejáratnál egy mozgáskorlátot bejáró, illetve magának a földszintnek és az első emeletnek a felújítása meg fog következni, valamint pszichiátriai pályázaton belül az STK harmadik emeletét is pszichiátriai gondozóval fogjuk átalakítani. Tehát azt gondolom, ez az épület meg fog újulni, a külső részér is szeretnénk pályázati forrást biztosítani. Nagyon nagy dolog, ami megint folytatódik, még a pulmonológia, sóstaiti telephelyünk, és ezt mindenki tudja, hogy nagyon elhanyagolt és nagyon régen, soha, gyakorlatilag a építése óta nem volt ott semmi beruházás. Most a pulmonológiai osztályunknak, most nyertünk meg egy ilyen Viszmajor alap, Viszmajor támogatásból közel 150 millió forintos összeget. Ezt a pulmonológia részleges felújítására fogják fordítani, a külső hőszigetelést más forrásból oldják majd meg. A Sóstói úti kórház bejáratához új aszfaltút épül a következő hónapokban. 6 egészségfejlesztési iroda működése is elindul hamarosan. Az EFIK célja, hogy segítsék a lakosságot az egészségtudatos életmód kialakításában.
Összesen 39 műemlék, 20 kastély és 19 vár újul meg, és nyeri vissza régi szépségét Magyarországon. Ennek a nagyszabású programnak a keretében több mint 1 milliárd forint értékben valósul meg a Tiszadobi Andrássy kastély turisztikai célú fejlesztése. A Nemzeti Kastély és Várprogram péntek ismertetőjén Bagyinszky Zoltán fotóművész kiállítását is megtekinthették az érdeklődők Tiszadobon. Egy-egy vár vagy kastély szinte mindig az adott település egyik jelképe. Szimbolikus értékű helyszín, különleges helyet foglal a köztudatban, ezért fontos a helyi identitás erősítése. Fontos cél tehát az épületek szellemi újjászületése. Most a 21. századi igényeknek megfelelően újraértelmezett formában kapják vissza szerepüket, jól illeszkedve az épületek műemléki adottságaihoz. A Nemzeti Kastélyprogram keretében a Tiszadobi Andrássy kastély felújításának a második üteme valósul meg, összesen 1 milliárd 600 millió forintból, és ennek az első ütemre épülve, ahol az infrastruktúrális beruházások már megtörténtek, egy attrakciófejlesztési jellege van, egy új interaktív kiállítás készül, amely az Andrássyak világát mutatja majd be, annak minden részletében, életmód történeti szempontból, a privátszféra szempontjából, a személyes történetek és a személyes motivációk révén. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, még számos beruházás várható Tiszadobon és a kastély területén, de örökségeinknek fontos üzenete is van. Tulajdonképpen azt üzeni, hogy történelmi értékeinket meg kell becsülni, ezt most megtettük, hogy felújításra kerültek, de látogatnunk kell, tovább kell adni a családoknak, és egy nagy turisztikai program keretében, amihez útfejlesztés szükséges, azért el kell jutni ide Tiszadobra, és látni kell minden magyar családnak, ha egy kicsit ilyen nagy szavakat használhatok, ezt a csodálatos kastélyt. Hamarosan egy 1,6 milliárdos fejlesztésnek köszönhetően megújul a kastély környezete, új pompájába tündökölhet a parkja is. Ezt jelenlegi állapotában már Bagyinszky Zoltán fotóművész kiállításán is megtekinthették az érdeklődők pénteken. A fotóművész első komoly fotóját éppen 25 évvel ezelőtt készítette, azóta számos várat és kastélyt megörökített már. Az egyik nagy kedvenc a kastélyok és a várak világa. Több mint 1000 magyar kastélyban fordultam meg, sok-sok kastélyt fotóztam, várat fotóztam, több kiállításon mutattam be. Nem csak fotózni szerettem megörökíteni a régi magyar értékeket, hanem egy ilyen pedagógus attitűd van bennem, megmutatni, büszkének lenni rá, népszerűsíteni azokat az értékeket, amelyekre tényleg nagyon büszkék lehetünk, valóban csodásak, ugye mai kiállítási helyszín is, hála Istennek, egy csoda révén nagyon szépen rendbe lett hozva. A Nemzeti Kastély és Várprogram az ország egész területét lefedi. Művészettörténeti szempontból a legszínvonalasabb épületek szerepelnek benne, melyek bemutatják magyar örökségeinket. Márka nevet kap a Szabolcsi Alma. A brandépítésben elsősorban a hazai piacra fókuszálnak, de Európában is szeretnék megerősíteni az értékes gyümölcs helyzetét, hangzott el a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szakmai fórumán Gégényben. A rendezvényen azt is kiemelték, szeretnék elérni, hogy hungarikummá nyilvánítsák a Szabolcsi Almát. Magyarországon 15-20 évvel ezelőtt 42 ezer hektárnyi almaültetvény volt, mára 26 ezerre esett a terület nagysága, ami 40%-os csökkenést jelent. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 22 ezerről 16 ezer hektárra csökkent az almások területe, ráadásul a meglévő ültetvények 30-40%-a idős, előregedett. A drasztikus csökkenés csak árnyalta, hogy a 2017-es évnek Magyarország a nyertese volt, az európai fagyok a hazai almásokat nem érintették ugyanis olyan súlyosan. Az idei évben a kellemes, magas értékesítési árak tompították talán azt a tényt, hogy a magyarországi almatermő felület, az almatermelés mennyisége, az almából élőknek a száma, az folyamatosan, drasztikusan csökken. Viszont nem szabad, hogy megnyugodjunk ebből az egy évből kifolyólag. A szabolcsi alma termelésének jelentősége továbbra is meghatározó, ám vannak olyan problémakörök, amelyek megoldása nem várathat magára, különben versenyképtelen marad a térség termelése. A magyarországi almatermesztés volumene európai viszonylatban nem túl nagy. Erőből, nagy tömeggel nem tudunk úgy gondolom területet foglalni, ha mondhatom így, az európai piacon. Muszáj valami plusz hozzáadott értéket adni, egységes logóval, jó minőséggel és valami helyi specialitással hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar almatermesztés az ne tűnjön el az európai színvonalról. Annak érdekében, hogy a helyzet változzon, a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács konkrét lépéseket tesz.
Ennek részeként szakmai fórum sorozat indult, Merre tovább Szabolcsi Alma címmel, melynek legutóbbi állomása pénteken Gigényben volt. A rendezvényen Apáti Ferenc, a Fruit Web alelnöke kiemelte, a Szabolcsi Alma hírnevének visszaállítása érdekében egy erős márkát kívánnak felépíteni az értékes gyümölcsköré. Ehhez viszont fel kell használni a Szabolcsi Almának minden olyan tulajdonságát, ami ebbe az irányba fogja tolni a Szabolcsi Almát, értve alatta az eredetvédelmet, értve alatta a hungarikummá minősítést, értve alatta a földrajzi oltalmat. Ezek mind-mind olyan eszközök, amelyeket én azt gondolom, hogy jól lehet hasznosítani a Szabolcsi Alma név, a Szabolcsi Alma márkanév építésére. A Szabolcsi Alma brand építése jelenleg a stratégiai fázisban áll, most a gyakorlati lépések kidolgozása zajlik. A célok között szerepel a Szabolcsi Alma hungarikummá nyilvánítása, azonban ez csak egy hosszabb, több lépcsős folyamat eredménye lehet. Legalább egy, de én azt mondom, hogy inkább két év innentől kezdve, hogy a Szabolcsi Alma márkát beléptetjük a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktáron keresztül a hungarikum piramisba, és ezért gondoltam azt, hogy szerencsés lehet az a folyamat, ami már most is zajlik, hogy a Szabolcsi Alma termesztésben érdekelt egyes helyi termesztő, tehát mondjuk a Nagykáló Alma, a Tuzséri Alma, ugye a maga szintjén belép a Magyar Nemzeti Értékpiramisba, mint helyi érték, vagy mint megyei érték, és ugye akkor már az egyéni marketingében is használhatja a nemzet érték kitüntető törvényi címet, és ezzel párhuzamosan pedig ugye visszük tovább, hogy az idő és a döntéshozói mechanizmusok engedik a Szabolcsi Almát a hungarikummá válás útján. Kocsi Erika azt is kiemelte, a Szabolcsi Alma több generáció számára még ma is egyet jelent a magyar almával. Mint mondta, ennek azonban törvényi megerősítése is fontos, illetve az, hogy a fiatalok számára is újra vonzóvá tegyék a Szabolcsi Almát. Rendeződik az újfehértói református általános iskola és óvoda tulajdonviszonya, jelentette be Simon Miklós a településen tartott sajtótájékoztatóján. A térség országgyűlési képviselője elmondta, az oktatási intézményt 6 éve működteti a református egyház, azonban az iskola épülete az újfehértói önkormányzat tulajdonában áll. Ez a kettőség többek között a szükségessé vált felújításokat is akadályozta. Simon Miklós kiemelte, most állami támogatással a református egyház tulajdonába kerülhet. A bestések szerint 200-300 millió forint értékű épület. Ez egy több éves probléma, aminek a végére sikerül pontot tenni reményeink szerint, mert hogy megszületett a kormánydöntés, hogy a Fidesz-KDNP kormány támogatja az újfehértói református egyházközséget, hogy az önkormányzattól meg tudja vásárolni a mögöttem lévő iskola és óvoda épületét. Lengyel Máté ismét Nyíregyháza adósságának tisztázására hívta fel a város önkormányzatának figyelmét. A Jobbikos országgyűlési képviselőjelölt az önkormányzati tulajdonú területek földhivatali tulajdonlapjaira és cégjegyzékekre hivatkozott nyíregyházi sajtótájékoztatóján, amelyek bemutatják az önkormányzati cégek tartozásait, az ingatlanok jelzálog terheléseit és a kötvénykibocsátásokat. Lengyel Máté elmondta, Jászai Mennyért alpolgármester a jelölt korábbi nyilatkozatára hivatkozva arra kérte őt, hogy kérjen bocsánatot Nyíregyháza lakosaitól, amiért félrevezette őket. Jászai Mennyhért alpolgármester úr reagálásában én két dologra tudok következtetni. Az egyik, hogy vagy őt is átverték úgy, mint a közgazdász Kósa Lajost, a csengeri asszony, vagy éppenséggel nagyon is tisztában van azzal, hogy Nyíregyházának mekkora az adóssága, csak megtévesztik a nyíregyháziakat, és ugyanazt játsszák el, mint országos szinten a Fidesz az ország adósságállományával, hogy 20,5 milliárd forintról 27,5 milliárd forintra nőtt az államadósság, közben ők kommunikációban azt kommunikálják, hogy csökkentették az államadósságot. A független Nagy Imre Attilánét választották meg Érpatak vezetőjének a vasárnap megtartott időközi polgármester választáson. A 955 érvényesen leadott szavazatból az új polgármester 689 szavazatot szerzett meg. Kihívója az Érpatakot eddig vezető független Orosz Mihály Zoltán pedig 266 voksot kapott. A választáson mintegy 1300 választásra jogosult szavazhatott. A részvételi arány csaknem 70%-os volt. A községben képviselőválasztást is tartottak, a 6 képviselői helyért 16 jelölt indult. Az időközi voksolást azért kellett megtartani, mert a képviselőtestület 2017. december 19-én feloszlatta magát.
A 101 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékből több mint 30 a Beregben található. Ezekre is felhívták a figyelmet a Lépésről értékre sajtótájékoztató sorozat 5. állomásán Vásárosnaményban. A település Turinform irodájában az is elhangzott, a térség kiemelt turisztikai attrakcióvá nyilvánításához elengedhetetlen az egységes arculat kialakítása. A Lépésről értékre sajtótájékoztató sorozat 5. állomásához érkezett, amelynek különleges helyszínt választottak. Eddig egy adott, a megyei értéktárban már szereplő értékhez kötötték ezeket az eseményeket, most azonban több köré építették. A hagyománnyal szakítva a Vásárosnaményi Turinform irodában összefoglalva mutatkoztak be a beregi értékek. Turisztikai szemszögből is szerettük volna bemutatni a térséget, és felvillantani talán, vagy csak egy kis időre is azt, hogy milyen lehetőségek rejlenek a Szatmár-Beregben, és milyen lépéseket tettünk már az irányba, hogy akár az értéktármozgalom segítségével, akár pedig a turisztikai fejlesztések segítségével, hogyan tudjuk egységes egészé gyúrni ezt, és egy valóban egy olyan terméket, még ha ez rossz szó is, egy olyan terméket kialakítani a Szatmár-Beregből, amely aztán a térségnek a továbbfejlődését biztosítja, és ezzel gazdasági hasznot is szerezzen. A kormány kiemelt turisztikai térségé nyilvánította Tokaj és a Felső Tisza vidékét. Ez akkor lehet minden szempontból jövedelmező a térségnek, ha a Balatonhoz hasonlóan egységes arculatot tudnak kialakítani a különböző attrakciók. Jelenleg is vannak figyelemfelhívó, a térséget népszerűsítő kiadványok, ez azonban kevés. Szépek és jók ezek a kiadványok, csak az nem derül ki egyből a ide látogató számára, hogy ez a térség összefügg. A megye topos pályázaton a térség, Szatmár-Beregi térség több mint 1 milliárd forintot nyert. Én azt szeretném elérni, hogy ebben legyen egy olyan arculatkialakítás, vagy akár líderben pályázzanak a térségek egy egységes arculat, vagy egy viszonylag egységes arculat kialakítására. Itt arra kell gondolni, hogy hasonlóan, mint egy védjegy jelenjen meg a Szatmár-Bereg, és a védjegye csak azok kaphassák meg, akik tényleg turisztikai jelentőségű attrakcióval bírnak. Vásárosnamény már évek óta kiemelt területnek számít a térségben. 2014-ben jött létre a Vásárosnaményi Települési Értéktár, amely igazi mérföldkő volt a város számára. Ettől kezdve ugyanis tudatosan keresték, és a mai napig is keresik az értékeket. Speciális a helyzetünk, hiszen Vásárosnamény a Bereg szíve, kötődik a beregi keresztszemeshez, kötődik a házipari beregi keresztszemeshez, és már a kézimunkánál tartunk. Egy kuriózum szerintem az a bábcsoport által létrehozott báb együttes, amelyet Sánta Miklósné tanárnő irányításával a gyermekeink alkottak. Ezáltal ők bábos előadásokat tartanak, meséket elevenítenek meg a gyermekek előtt. Ugyanakkor egy másik, egészen más jellegű dolog a Tomcsányi kastély, a Tomcsányi kúria. A polgármester kiemelte az értékek közül Kisbé Zoltán vadászati gyűjteményét, amellyel Vásárosnamény is bemutatkozik a vadászati kiállításon, amelyet 2021-ben rendez meg Magyarország közel 400 millió forintból. Ennek célja, hogy a fiatalok megismerjék a vadászható állatfajokat, és megtanulják óvni ezeket és természetes élővilágukat. Megszerezte első tavaszi győzelmét a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese a bajnokság 26. fordulójában lejátszott mérkőzésen 3-1-re verte a Ceglédet. A tabella második helyén álló várdaiak szerdán a harmadik helyezett Békés Csaba otthonában lépnek pályára. A két tavaszi vesztes meccs után pályára lépő várdaiak már a mérkőzés elején megszerezték a megnyugtató első gólt, a 8. percben egy jobboldali szabadrugás követően Easingről került a ceglédi kapuba a labda. A folytatásban irányította a játékot a házigazda, és közvetlenül a szünet előtt jött az újabb találat, Ilics a saját maga által kiharcolt szabadrugásból lőtte ki a kapu jobb felső sarkát. Fordulás után aktívabb lett a Cegléd, de gólt a kisvárda szerzett, a 76. percben helyi visszagurítását így is lőtte a vendégek kapujába. A hajrában szépíteni tudott a Cegléd, a rohamozó hazaiak ellen egy kontrából Damásdi volt eredményes, de ezzel csak az eredményen kozmetikázott, a 3 pont a magabiztosan játszó kisvárdáé lett. A mai mérkőzésnek a legfontosabb dolga az volt, hogy ezt a találkozót megnyerjük, ami nem ígérkezett könnyűnek, ugye nagyon masszív csapat a Cegléd, annak ellenére, hogy láttuk Győrbe kikaptak, az sem volt egyszerű, sima vereség tulajdonképpen.
Jól kezdtük a találkozót, de mégis az első fejes ő előttük adódott. Utána viszont úgy érzem, hogy nem nagyon tudtak eljönni a kapunkig, sikerült gólt szerezni, és nagyon fontos volt az első fél idő végén a második gólt megszerezni. A második fél idő elején egy picit belehibáztunk, és ott volt, adtunk az ellenfélnek két olyan sanszot, ami, hogyha betalálnak, akkor valószínű melegebb lett volna a találkozó, viszont így azt mondom, hogy végig irányítottuk a mérkőzést, nagyon szép támadásokat vezettünk, a befejezésekbe hiba csúszott, vártam a harmadik gólt, mert az nagyon fontos volt számunkra, az meg is jött. A vendégek edzője szerint megérdemelt hazai győzelem született, mivel a Cegléd csak a meccs bizonyos periódusaiban tudta megnehezíteni a Kisvárda dolgát. Hát első fél idő ugye abszolút nem voltam megelégedve, mert azt gondolom, hogy azt a technikai különbséget, amit a Várda képvisel, azt nekünk hozzásbeli különbséget kellett volna eltüntetni, és az első fél időben egyáltalán nem valósult meg. A második fél időben ugye ott kicsit rendeztük a dolgokat a gyerekeknél fejbe, a másik fél idő jobb volt, tehát ott már volt egy-két helyzetünk is a fél idő elején, tehát gólt is tudtunk szerezni, és tudtuk azt játszani, ugye, amit ez a csapat igazán tud, de hát a Várdának a győzelme nem nagyon forgott veszélybe ezen a mai napon. A forduló további eredményei a következők: Sopron-Budafok 0-3, Moson-Magyaróvár-Szolnok 0-1, Kazincz-Barcikadorog 0-0, Grosics Akadémia Nyíregyháza-Spartakusz 1-2, Soroksár-Gyirmót 1-2, NTK-Budapest-Budaörs 3-2, Győr-Vác 1-1, Zalaegerszeg-Békéscsaba 1-0 és Siófok-Csákvár 1-2. A tabella élén az MTK áll 64 ponttal, megelőzve az 50 pontos Kisvárdát és a 40 pontos Békéscsabát. A Kisvárda szerdán Békéscsabán lép pályára. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Mintegy 322 millió forintból épült meg a József András Kórház óvodája. A Szabolcsi megyeszékhelyen lévő kórházban az elmúlt években megnövekedett az igény az óvodai férőhelyek iránt, illetve az intézmény vezetősége és a város szerette volna segíteni a kisgyermekes kórházi dolgozókat is. Az új óvodában a csoportszobákon kívül többek között aula, tornaszoba, sószoba és logopédiai foglalkoztatószoba is helyet kapott. Összesen 39 műemlék, 20 kastély és 19 vár újul meg és nyeri vissza régi szépségét Magyarországon. Ennek a nagyszabású programnak a keretében több mint 1 milliárd forint értékben valósul meg a Tiszadobi Andrássy kastély turisztikai célú fejlesztése. A Nemzeti Kastély és Vár program péntek ismertetőjén Bagyinszky Zoltán fotóművész kiállítását is megtekinthették az érdeklődő Tiszadobon. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták március 26-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra, szép estét! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb esővel. Kedvestig többnyire nagy nedvesség tartalmú, viszonylag hűvös levegő áramlik térségünk felé. A maximum hőmérséklet néhány fokkal még mindig elmarad az ilyenkor szokásos értékektől. Az előttünk álló éjszaka csak rövid időszakokra szakadozik fel a felhőzet. Eső, zápor elszórtan előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben közepesen és erősen felhős időszakok, illetve területek váltakoznak. Eső, zápor elszórtan előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 9 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban változékony, egyre enyhébb időre van kilátás. A hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többször megnövekszik a felhőzet. A hét közepétől viszont többfelé több alkalommal számíthatunk esőre, záporra. A hét közepétől már többfelé erős, olykor viharos szél várható. Enyhül az idő, fagymentesek lesznek az éjszakák, és lassanként tovább erősödik a nappali felmelegedés is.